A Bajai Televízió szerda esti híradója kezdődik. Jó estét kívánok! Elsőként nézzük vezető híreinket röviden. Több frontos siker. Újabb rangos elismerésben részesült a Baja Marketing Kft. A nemzeti regatta után a Város Marketing díj okán hallanak az országban Bajáról. Vízre tették. Már a Kajdló előtti Sugovica szakaszon áll a hosszú ideje épülő hajómalom. Évet zártak a kosarasok, a Bácskánál az utánpótlásban sem volt átütő siker, míg a felnőtt csapat várakozáson alul szerepelt. A tavalyi évet követően 2017-ben is Városmarketing gyémánt elismerésben részesült a Baja Marketing Kft. Míg az előző esztendőben a 100% Baja című kisfilm, addig most a 21. halászléfőző ünnepély érdemelte ki az elismerést. A szakmailag kiváló marketing védjegy elnyerése azonban nem az egyetlen pozitív eredmény, hiszen júniusban Siófokon is Baja sikereitől volt hangos a Balatonpart. Az asztalon sorakozó oklevelek és sellegek is jól mutatják, sikeres időszakot tudhat maga mögött a cég és vele együtt a város. Az Országos Városmarketing díj pályázatán elnyert gyémántfokozat, valamint az elmúlt évek eredményeiből is jól látszik a fejlődés, mondta beszédében Fercsák Róbert polgármester. Mind gazdasági haszna, mind pedig közösségépítő haszna van ezeknek az eredményeknek. Ugye, hát akkor, amikor egy akár helyi rendezvény kapcsán, vagy egy más városban történt rendezvény kapcsán a hírek Bajáról szólnak, a bajai emberekről, a bajai szokásokról, azokról a sporteredményekről, résztvevőknek, fellépőknek a műsoráról, és helyi embereknek a szakmai teljesítményéről, azok mindennek a baji közösségnek a hasznára válnak. A Magyar Marketing Szövetség pályázatával a települések ismertségük és elismertségük növelése, fejlesztése érdekében megvalósított sikeres kampányait, rendezvényeit és marketing megoldásait díjazza. Ezek a szakmai elismerések arról tudnak bennünket meggyőzni, hogy szakmailag is jó úton járunk. Tehát az a marketing kommunikációs tevékenység, amivel ez szorosan összefügg, amit végez a cégünk a város érdekében, a várossal együttműködve, az azt bizonyítja, hogy jó tevékenység. Tehát szakmailag azok a munkatársak, akik ezzel foglalkoznak, azok a cég életében jól végzik a dolgokat. Ennek a szakmai munkának is köszönhető a Siófokon elért siker, tette hozzá az ügyvezető. Mint arról már beszámoltunk, június 2. hétvégén a nemzeti regattán is elsöprő sikert aratott Baja. A sárkányhajósok a 2. helyen végeztek, míg a bajai halászlé legyőzhetetlennek bizonyult. A vitorlások versenyén pedig az 5. helyen végzett a bajai csapat. Az összesített eredményeknek köszönhetően végül városunk elhozta a regatta fődíját. Ez volt a fődíj, ennél följebb nincsen. A célunk csak az lehet, hogy ugyanígy a fődíjat hozzuk el. Természetesen a sárkányhajósaink, hogy egy kicsit edzenek még, és kicsit szerencsénk van a sorsolással, akkor a 2. helyet az 1. helyet elhozhatják. Hogyha jól sikerül ételt válaszunk, hiszen nem a halászlével indulunk jövőre, akkor ugyanígy az 1. helyet hozhatjuk el. A vitorlásaink 5. hely helyett elérhetnek más jobb helyezést is, de a fődíjnál nagyobb díjat nem tudunk elhozni. Ez az idén egy nagy meglepetés volt, és nagy öröm is volt számunkra. A rendezvényeken való megjelenéseknek, szakmai díjaknak, a tudatos városmarketingnek köszönhetően ma már határon innen és túl is jól ismerik városunkat, tette hozzá a polgármester. Általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el a földművelésügyi miniszter az erdőkben és fásításokban, valamint azok határától számított 200 méteres körzetben lévő külterületi ingatlanokon, közölte a szaktárca kedden. A földművelésügyi minisztérium közleménye szerint tilos a tűzgyújtás a kijelölt tűzrakó helyeken is, mert az erősödő felmelegedés, valamint a szeles és csapadékmentes napok számának növekedése miatt fokozott tűzveszély alakult ki. A tűzvédelmi rendelkezések visszavonásig érvényesek, megszegésük pénzbírságot von maga után. Újabb mérföldkőhöz ért a bajai hajómalom építése. Szerdán vízre tették ugyanis a 2 hajótestet, a házhajót és a völgyhajót. A korábbi fa és fém munkálatok után most újabb munkafázisok következnek, amiket már a vízen, a Sugovicán kikötött szerkezeten végeznek el a szakemberek. A hajómalom vízrebocsátásának pillanatai szerda délelőtt a bajai kikötőben.
A felvételeken egész pontosan a nagyobbik hajótestet teszi vízre a daru. A hajómalom megfelel a legújabb szabványoknak, fémből készült úszótestekből áll. Egy kettő részből álló katamarán felépítményről van szó, részletezte a szakember. A vízretétel egy összetett művelet volt, ami sok előkészítést igényelt, és mérföldkőnek számít a hajómalom építésének történetében. Ez az egyik legkritikusabb része volt, mert óriási súlyokkal kellett dolgozni. Itt maga a hajótest, egy hajótest 10 tonnát meghaladó tömegéről beszélünk, amit levegőbe kellett emelni és beemelni a vízre. Maga a daru is egy elég komoly, ez a talpakkal rendelkező önjáró daru is egy elég komoly önteherrel rendelkezik, és ezeket kellett úgy kibiztosítani, hogy semmi meg nem mozduljon, amíg ez a vízretétel megtörtént. Ezt követte a kisebbik, 4 tonnás hajótest vízre emelése, majd a kettő rész összeszerelése és elvontatása a Sugovicára. A következő munkafázisban kezdődik a ház építése a nagyobbik hajótestre és a gépészeti berendezések beszerelése. A hajómalom egyesület és Bajaváros életében is, elsősorban természetesen a városom életében is rendkívüli jelentőségű ez a dolog. Mindenki láthatja pillanatokon belül majd a kagylónál a további munkálatokat, hiszen ott folytatják az erdélyi szakemberek a házhajónak, illetve a malomszerkezetnek a szerelését. A hajómalom további szerkezetei Erdélyben készülnek el, onnan teherautóval érkeznek hozzánk várhatóan júliusban. Akik kíváncsiak az eseményekre, mostantól a kagyló előtt követhetik a hajómalom építését, ami a tervek szerint októberig maradott, majd a végleges helyére vontatják a türkilátó melletti halászati miniskanzán közelébe. Lilába borult Bát-Monostor határa. Az idén először készülnek szüretre a település mellett lévő levendulásban. A látványos munkafolyamatot nagy izgalommal várják a tulajdonosok és az ültetvényen dolgozók. Ezen a héten a környező települések vezetői jártak a földeken, hogy megismerjék a szüret és a feldolgozás részleteit. A részleteket híradónk végén tudhatják meg. Az Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint akár már a héten megtalálható lesz a boltok polcain a magyar dinnye. Az üzletekben és a piacokon már hetek óta árulják a lédús gyümölcsöt, a termékek azonban eddig mind külföldről származtak. Szakemberek szerint előbb a sárga dinnye jelenik meg, július elején azonban már görög dinnyéből is fogyaszthatjuk a magyar terméket. A megfelelő dinnyét igyekszik kiválasztani az egyik helyi árus. Szakértők szerint az úgynevezett kopogtató módszerrel könnyedén megállapítható, hogy a gyümölcs eléggé érette, hiszen ha a dinnye az ütögetés után mély kongó hangot ad, akkor fogyasztható, éles vagy tompa hang esetén azonban nem érdemes megvásárolni a terméket. Katzenmayer Armand elmondta, nyáron nagyon népszerű a lédús gyümölcs, egyelőre azonban csak importterméket tud ajánlani a vásárlóknak, hiszen a hazaira még várni kell. Június elején kezdtük el árulni a görög dinnyét, és július elején kezdődik majd a magyar dinnye, elég sokan vásárolják már. A bajai piacon is sokan árulnak görög dinnyét. Az árusok szerint a vásárlókat többnyire nem zavarja, hogy külföldi terméket kell fogyasztaniuk. Most elviszik a görögöt, mert most az van, de ez finom egyébként már. A magyar dinnye az még az elején az nem igazán jó még, vagy nem olyan szép piros, nem olyan finom, de a görög dinnye az most finom piros és édes. Ez a hölgy is épp dinnyét vásárol. Schmidt Józsefné elárulta, ez a gyümölcs a kedvence, szerinte azonban a görög dinnye íze eltér a hazaitól. Sok különbség van, mert ezt az itteni nap érleli. És akkor veszik le, amikor már érett, nem előbb. És ez sokat számít a gyümölcs íznél, rengeteget. Ja. Úgyhogy igyekszünk a hazai terméket fogyasztani. A termelők arról tájékoztattak, az idén is jó minőségű lesz a gyümölcs, hiszen az utóbbi hetek meleg időjárása jó hatással volt a palántákra, a termések pedig szépen fejlődtek. Magyarországon közel 5000 hektár dinnye van, amelyen hektáronként átlagosan 35-40 tonna terem. Várhatóan nagyjából 2 hét múlva kerül piacra a magyar dinnye. Gőzerővel dolgoznak Vaskúton a szakemberek. Több nyertes pályázatnak köszönhetően elkezdték ugyanis a távolsági buszmegállók és a járdák felújítását.
Az egészségház korszerűsítését pedig augusztus végéig szeretné befejezni a kivitelező. A radiátorokat szerelik fel a folyosókon és a várótermekben, a Vaskúti egészségházban. Az ablakokat már kicserélték, és a külső szigetelés is felkerült a falra. Szőcs Hajnak, a védőnő azt mondja, már most sokkal hűvösebb az épület, mint amilyen a régi nyílászárókkal volt. Ez az épület 30 évvel ezelőtt épült, az akkori energetikai feltételeknek megfelelően csodaszép épületet kaptunk. Azóta ugye ezek a feltételek elavultak, itt az egészségházban és a rendelőben összesen jelen pillanatban 3 orvos dolgozik, egy felnőttházi orvos, egy gyermekorvos és egy fogorvos, és azon kívül a védőnői szolgálat van itt. Elég magasak voltak a fenntartási költségeink, úgyhogy mi nagyon örülünk ennek a pályázatnak. A nagy zajjal és porral járó munkát a hétvégén végzik a szakemberek, így a rendelési időn nem kellett változtatni. A főúton és az azzal párhuzamos utcákban a buszmegállók felújítása is elkezdődött. A 4-ből 2 váró már el is készült. A buszmegállóknak a cseréje történik meg, ez a Start munkaprogram keretébe valósul meg. A Baja felé irányuló utasforgalom számára építünk új buszmegállókat, 4 darabot. Ezek fából kerülnek megépítésre, a pályázat keretében biztosítják az ehhez szükséges munkaerőt, az anyagot, illetve az anyagmegmunkáláshoz anyagmegmunkáló gépeket, fa megmunkáló gépeket is. Az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatoknak juttatott támogatásból 112 millió forintot nyert Vaskút, amelyből korábban az óvodát, most pedig a járdákat újítják fel. Első körben a Kossuth-Lajos úton és az azzal párhuzamos utcákban építik át a széttöredezett régi járdákat. Az első nagy szüret előtt állnak a vodicai levendulásban. A tulajdonosok ez alkalomból egy közös délelőtre hívták a környező települések vezetőit, akik a lepárlás folyamatát is láthatták. A tervek között szerepel egy komplett feldolgozó üzem kiépítése, így a gyógynövénytermesztés kapcsán a helyi gazdákkal kötnének együttműködést. Rózsaszín és lila színben pompáznak a sorok a Bátmonostor határában lévő levendulásban. A tulajdonosok 3 évvel ezelőtt kezdtek el dolgozni a területen, ahol jelenleg 2,5 hektáron termesztik a gyógynövényt. A bioültetvényen teljesen vegyszermentes művelés zajlik. Lehet használni rovarcsípésekre, égési sérülésekre, akár egy fejgörcsre, egy horzsolásra. Már is le lehet kezelni a bőrfelületet, és az a csodálatos a levendulában, hogy elképesztően gyengéd. Amint a gazdaságban ezen a héten a környező települések vezetőit látták vendégül, mivel a tulajdonos házas pár szeretné bevonni a helyi gazdákat a termelésbe. A vodicai levendulásban bátmanostoriakat foglalkoztatnak, és nemrég Mohácson is elkezdték a levendula ültetést. Mohácsváros 4,5 hektáros területén gazdálkodik levendulával Mohács-szigetben, új Mohács mellett, és én ővelük dolgoztam ki azt a fajta technológiai sort, hogy ezt a biológiai gazdálkodást hogyan és milyen módon lehet véghez vinni. Zomborban is szívesen foglalkoznának a gyógynövénnyel, amely a fagyot, a hőséget és a kevésbé jó minőségű talajt is bírja. A tervek szerint 4 határon túli faluban adnának ezzel munkát az asszonyoknak. Hogy megteremtsék ők saját magunknak azt a pénzt, amivel jót tudnak élni. Na most ehhez kell földterület, az gyakorlatilag minden egyes zombori környéki falusi családnak van valamennyi. Legalább egy 1 hektár, 1 hektár, 2 hektár, 3, az megvan. A tudás az, ami hiányzik. A vendégek a lepárlás folyamatát is megnézhették a gazdaságban. Fontos, hogy szüretkor a levágott virág 6 órán belül az üstbe kerüljön. Én azt látom, hogy igenis vonzereje lehet a levendulának, mint ahogy a gyógynövényeknek mostanában amúgy is nosztalgiája van, és egyre inkább visszatérünk a gyógynövények közé, és a levendulának is nagyon sok gyógyhatása van. Nagy Norbert és felesége a teljes 8,5 hektáros területet beültetni levendulával, és a céljai között szerepel egy birtokközpont kiépítése, ahol a vendéglátás mellett egy régiós feldolgozó üzem is működne. A júliusi szüret előtt, június 24-én a levendulásban családi napot tartanak, ahova minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Formabontó koncerttel készül a Cantabile Városi Gyermekkórus. A közel 50 főből álló zenei közösség komoly zenei darabokból, mesedalokból és könnyű zenei slágerekből összeállított műsorral várja az érdeklődőket csütörtökön délután a Városi Színház teremben. Az előadásban a kórus jelenlegi tagjai mellett az egykori énekesek is közreműködnek. A részletekről Hosszúné Balla Lenke kórus vezető nyilatkozott híradónknak. Van egy mag, 46 gyermek, aki úgy mondom az idén szépen dolgozott, és akkor évvégére vége az iskolának, ez a hét, ezt rászántuk hétfő óta, egész napos próbák vannak, és az elején 3 kórusművel indítunk, ami az idei gyümölcsünk, a Városi Kórus Találkozón, amit már elénekeltünk, de a szülők nem mindenki tudott eljönni, és nem látták, úgyhogy itt akkor meg tudják nézni és hallgatni. És a kórusművek után viszont következni fog egy meseblokk, és itt mesedalok lesznek ilyen, hogy Jégvarázs, Pocahontas, Aladdin, Vegyesen. Azután pedig 2 zenekar fog bemutatkozni, úgy friss, ropogós zenekarok, idézőjelben zenekarok, lehet mondani, akiknek még eddig nem nagyon volt fellépésük. Kezdődik a sportpercek. Kellemes szép estét kívánok mindenkinek! Nem jutott magyar játékos egyéniben a legjobb 8 közé a Sixo Ladies Open nemzetközi női tenisztornán. A Petőfi-szigeti teniszközpontban zajló 25 000 dollár özdíjazású tornán a 8-döntőben még 2 magyar lányért szoríthattunk, azonban szerdán mindketten vereséget szenvedtek. Békefi Bianca egy orosz teniszezővel szemben maradt alul, míg Bukta Ágnes egy ausztrál lánytól kapott ki. Az első helyen kiemelt izraeli teniszező az esélyeknek megfelelően bejutott a negyed döntőbe, melynek összecsapásait csütörtökön rendezik a szigeti salakos pályákon. A torna döntője szombaton lesz. Évzárót rendezett a héten a Bajai Bácska FKE. A kosarasok a 2016-2017-es bajnoki idénytől búcsúztak, melynek okán az egyik bajai étteremben gyűltek össze a játékosok, edzők, klubvezetők. Az értékeléskor elhangzott, hogy igen kevés sikert hozott a most véget ért idény. Jókedvű asztaltársaságok várták az évzáró kezdetét hétfőn este, a legkisebbektől egészen a felnőttekig jelen voltak a Bácska csapatai. A vacsorát megelőzően Radnóti Miklós utánpótlás edző és Hosszú István klubelnök tért ki röviden az idény eredményeire, illetve egy kis multidézésben is részt vehettek a jelenlévők. Radnóti Miklós egy közel 20 éves újságcikkre hívta fel a figyelmet, melyben több jelenlegi edző és klubvezető volt a főszereplő. A jelenkort pedig az utánpótlás képzés határozza meg. A mi évünket nem ítélem meg nagyon, mert nem voltunk valami erősek. Hát ugye a regionálisban 3-ak lettünk, az úgy nem rossz. Csapatszinten nem rossz, de egyénileg kéne sokat fejlődnem. A klubvezetés nevében Hosszú István fejezte ki örömét abból a szempontból, hogy sok gyermek fog kosárlabdát a kezébe, amit az idei évben életre hívott kisiskolás kosárlabda kupa is elősegít. A felnőtt csapatra rátérve viszont már kevésbé volt vidám a Bácska elnöke. Igen, ezt már egy korábbi interjúban ezt végig beszéltük. Sajnálatos módon nagyon rosszul szerepeltünk. Mert most persze kereshetünk kifogásokat, sérüléseket, meg stb., de azért én azt gondolom, hogy az nem egészen indokolja ezt a szereplést. Viszont egy jó oldala van, hogy innen már csak fölfelé lehet menni. Hosszú István hozzátette, szeretne olyan keretet kialakítani a nyáron, amivel azonnal a feljutásért harcolhat majd a Bácska. A kosarasok most szabadságra mennek, a csapatok augusztus elején kezdik meg a felkészülést a következő bajnoki idényre. A sportpercek végén kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, holnap este ismét találkozhatunk. Viszontlátásra! Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden. Több frontos siker, újabb rangos elismerésben részesült a Baja Marketing Kft. A Nemzeti Regatta után a Város Marketing díj okán hallanak az országban Bajáról. Vízre tették, már a Kagyló előtti Sugovica szakaszon áll a hosszú ideje épülő hajómalom. Évet zártak a kosarasok, a Bácskánál az utánpótlásban sem volt átütő siker, míg a felnőtt csapat várakozáson alul szerepelt. Híradónk végére értünk. Hasonló összeállítással holnap este 6 órakor jelentkezünk ismét. Most időjárás és vízállás jelentéssel folytatjuk.
Megtudhatják, hogy csütörtökön meddig emelkedik a hőmérő higanyszála. Köszönöm figyelmüket, legyen szép estéjük, viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Örülhetnek azok, akik a forró nyári napokat szeretik, bőven lesz részünk benne ugyanis a hét hátralévő részében. Csütörtökön szinte mindenhol napos időre számíthatunk, csak időnként lesz több a felhő. Helyenként elsősorban a Dunántúlon fordulhat elő zápor, zivatar. A nyugati, délnyugati szél napközben megélénkül, szélerősödés csak zivatar környezetében lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 19 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között valószínű.